Kállai Zsuzsa ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Hát a mai műsorunk témája egy nagyon-nagyon nehéz téma, és ez pedig nem más, mint a párválasztás. Nem a párkapcsolat, hanem ami ezt megelőzi, a pár választása. A legnehezebb dolog a világon. Ugyanis, hát ugye sokszor nagyon megtévesztőek azok a dolgok, hogy hogyan is válasszunk magunknak megfelelő párt, megfelelő társat. És ez azért nagyon nehéz dolog, mert erre szabályok egyáltalán nincsenek, és ugye hozzátenném azt is, hogy a hagyományos szabályok általában ritkán működnek, de miután minden születési képlet, minden embernek a születési szinasztiájában, képletében, tehát hogyha egy párkapcsolati szinasztiát készítünk két ember horoszkópjából, vagy numerológiai numeroszkópjából, hát akkor majd csak nem látjuk, hogy teljesen egyéni dolgokról van szó. És tulajdonképpen azért nagyon nehéz, mert ha például valaki új életet szeretne kezdeni, és egy válás után van, avagy egyedül élt nagyon sok ideig, de azelőtt párkapcsolatban élt, tehát sorolhatnám, nagyon sokféle módja van annak, hogy valaki úgy érezze, hogy nincsen egyedül. Lehet, hogy nem éltek együtt, de mégis ugye egy baráti kapcsolata volt, avagy házasságban élt, ami egy kicsit mégiscsak más, de egyedül maradt, és utána pedig ugye magában azon gondolkodik, hogy most akkor milyen pár is a hozzám való pár. Hogyan válasszak párt magamnak, mit csináljak, ha esetleg valaki bejön az életemben, és hogyan tudjam meg, hogy tényleg ő az a bizonyos valaki. Hát kérem szépen, ha asztrológiailag vizsgáljuk, akkor a hetes ház, és ugye még ugye az egyes ház is még egy-két dolog olyan fontos momentum, az bizony-bizony elárulja, hogy van-e dolgunk azzal az illetővel, avagy nincs. Ha pedig a numeroszkópot is vizsgáljuk, ott is a bolygó behatásokból indulunk ki, és majd csak nem ugyanarra a butítottabb változatában, de ugyanarra a következtetésre tudunk jutni. Na most az, hogy ez mondjuk a kicsit a tudományosabb része. Aztán a mindennapi érthetőbb része az egésznek annyi, hogy nagyon fontos, hogy milyen kapcsolatot vállalunk be. Például arról is szól az egész, hogy ha valaki átélt egy olyan sérelmet az előző kapcsolatában, amelyet nem tudott tolerálni, tehát ha például valaki nagyon-nagyon erős érzelmekkel kötődött a másikhoz, de mégsem működött valamiért a kapcsolat, akkor hajlamos arra, hogy annak az illetőnek pontosan ugyanolyan hajlamú, tehát majd csak nem ugyanolyan diszharmonikus rezgéseket tudjon bevonzani, amilyen az előző párja volt. Tehát most magyarra lefordítva, ha például valaki alkoholista volt, és nagyon nagy érzelmekkel áthűtött volt annak azelőtt ugye a kapcsolat, de mégiscsak rosszá vált, és megszabadultak valamilyen szinten egymástól, de viszont a kötődés valamilyen szinten megmaradt, akkor elképzelhető, hogy az a partner, aki ugye vesztesebbnek lehet, aki vesztesebben könyvelte el ezt az egészet, hajlamos ugyanolyan párnak a bevonzására, és ha nem pontosan ugyan olyan nehézségeket fog átvészelni, de hasonló problémákkal tud szembeütközni. Na most pontosan ez azért van, mert ugye, ha az ember nem zárja le saját magában, és olyan könnyen mondjuk ki azt, hogy hát új életet kell kezdeni, és ki lesz a legfelelőbb pár az életünkben, akkor esetleg kimondani könnyű, de megtenni mégiscsak nagyon nehéz, és hajlamosak vagyunk belevágni olyan
a magánytól rettegve persze, ezt hozzátenném, olyan meggondolatlan és átgondolatlan kapcsolatokba belefutni, amelyek egyáltalán nem az előbbre jutásunkat szolgálják. Tehát nem igazán tud jól működni ez az egész. Aztán van olyan is, hogy például, amikor egy partner kapcsolatban olyan is van, hogy kiviszi a kalapot, vagy éppenséggel mit keresek a másikban. Tehát, hogyha az illető egy olyan, tehát nagyon sokféle szinten kell ezt nézni, mert a testlélek és a szellem hármasságának ugye a rezgése, az a másikban is természetesen megvan, de hogyha esetleg mégsem működik, akkor nagyon nehéz uralkodni ezen a helyzeten. Tehát én arra gondolok, hogy pontosan ezeket a kapcsolatokat kezelni, amikor az egyik egy erős egyéniség, és a másik is szintén egy erős egyéniség, akkor ott nem igazán lesz béke soha, mert mind a kettő egy erős egyéniség, és pontosan az erőviszonyok véget mind a kettő egy kapcsolatban uralkodni akar. És egy kapcsolatban, ha mind a kettő uralkodni akar, abból nem igazán van olyan hű de jó dolog. Tehát ha az egyik például fizikai szinten, vagy szellemi síkon van elég magas szinten, és a másik egy kicsit próbál engedni, akkor még okos, tehát nem akarja túl okoskodni a másikat, akkor ott még rendben vannak a dolgok. De hogyha még az okosabbat szeretné játszani, hát abból iszonyú tűz tud néha előfordulni. Tehát megint más ahhoz, hogy az ember kiválaszt egy párt magának, vagy esetleg egy párkapcsolat döntés helyzetében úgy gondolja, hogy akkor beleugrik és megpróbálja, meggondolatlanul, és aztán, amikor már benne vannak a lutriban, akkor már sajnos, hát ugye elgondolkodható a helyzet. Beszéljük meg ezt a témát, ha lehet, együtt. Én megkérem a kedves kollégákat, hogy a kedves nézők is kapcsolódjanak be az adásba, a műsor interaktív, és a 269-0386-os telefonszámon ugyanúgy lehet hívni, mint eddig. Tehát várok minden érdeklődőt, aki szeretné velem megbeszélni ugyanezt a témát, és esetleg még benne is van ebbe a cipőbe, hogy most mit is tegyen ebben a helyzetben, vagy hova is vezet ez az út. Itt a legelső kedves hívó, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök Ön van a műsorban. Jó estét kívánok, Zsuzsi, már nagyon rég beszéltünk. Igen? És nagyon, nagyon örülök, hogy bejutottam. Tessék nekem segíteni, így országvilág előtt. Mondanám 58. január 26. Ajjaj. Elárulná nekem, hogy kivel beszélek? A keresztnevét legalább. Mária vagyok, és Szegedről. Jaj, de jó. Hát a szegedi boszorkányok érdekes boszorkányok. Kérem szépen, azt mondják... Ez a férjem, ez a gyönyörűség a férjem, Zsuzsi, és elteszett mondani, hogy nem kőország világ előtt, de én most nagyon nagy bajba vagyok. Tehát... Mégpedig? Tehát valami harmadik személy belépött, és nagyon-nagyon goromba hozzám, és csak Zsuzsiba bízok, hogy tessék valamit. Ne bennem bízzon, egyáltalán ne bízzon bennem, saját magába bízzon. Abban nem tudok. Nem tudok semmire rájönni, de tudom, hogy nagyon rosszul bánik velem, és a telefonját viszi állandóan magával. És szörnyű. Agresszív, és semmit nem vállal be, és semmit nem segít, én rajtam beteg vagyok, és mindig tetszett segíteni, és úgy tudom, hogy nem tartozik. De gyorsan árulja el a férjének a születési időpontját, és ha lehetne, akkor a keresztnevét. Tehát Mihály 58, január 26. De bocsánatot kérek, az előbb az ön képletébe is ugyanezt a számot árulta el. Nem, az előbb is ezt mondtam a férjemét, az én Mária. Igen. Én, Mária, 53, november 13. Na tessék. Hát kérem szépen, nem egy könnyű a kapcsolat. Tudom. Egyáltalán... 8 év óta nem, de ilyen rossz még soha nem volt, mint egy éve. Én ezt mind meg is értem, csak az a helyzet, hogy azért ebben a helyzetben én, hát kérem szépen,
Egy eléggé nehéz időszaka van a férjének ennek ellenére. Nagyon jó időszaka van, Zsuzsi. Ez mindönbe előnyt élvez, mindönbe. Minden úgy esik, ahogy... Várja ki novemberig. Bocsánat. Anyagilag. Tehát mindenféleképpen. Higgy el nekem, hogy novembertől változik a helyzet. Na most, utána én azt is látom, hogy azért ő kapott egy nagyobb pénzösszeget egy fél évvel, körülbelül egy fél éve. Na most, majd csak nem, tehát vagy most fogja megkapni, vagy most valamikor. Most fog kapni, Zsuzsi, most fog egy nagyobb összeget erről beszélek. Kapni egy hónapon belül. Nagyon nagy összeget, tavaly is ugyanennyit kapott, és mind elment, nem tudom hova. Na most kérem szépen, az ön kapcsolata egy sevelet, senékület kapcsolat volt mindig a férjel. Igen. Nem egy könnyű az élet. Ha belépett a harmadik személy, esetleg el tudná árulni, hogy mikor született ez a harmadik személy? Nem tudok a telefonból, semmiből se tudok a viselkedésből, hogy ilyen agresszív, 38 éves házasok vagyunk, de ilyen nem volt. Olyan agresszív, hogy tehát ez nem lehet elmondani. Értem. A viselkedés, a beszédje mindőhöz. Értem. Na most nézze, annyit tudok önnek mondani, hogy én egy ilyen kapcsolatnál, még hogyha külön is költöznének, egy idő után a kedves férje visszatérne, térne önhöz. És ön pedig, még ha most nem is hisz benne, de vissza fogja engedni. Na most az a helyzet, hogy egy nagyon sevelet, senéküled működő kapcsolat, ami nagyon nehéz volt mindig, és a mostani helyzetében pedig én nagyon úgy látnám, hogy okosabban tenné, hogyha kikerülné ezt az állapotot, és nyilván azért történik ez az állapot, mert belépett a harmadik személy, és ön erre mind rájött. Tehát úgy nem jöttem rá, de a viselkedéséből így értelmű. Tehát igen, de bocsánatot sincs, kérek. 26 éves, 50, jó, jó. 60, nem tudom. Nem jó, tudok elképzelhető. Színi. De tessék szíves lenni nekem megmondani, hogy itt azon is folyik a vita, hogy éppenséggel az a bögre miért van odatéve, vagy igen, miért nincs minden, odatéve. Minden, tehát nincs semmi a helyén. Értem. Na most ebben az esetben én úgy gondolom, hogy egy olyan utat kellene választani, amikor le tudnának ülni, és nem meg lehet, tudnák beszélni a problémát. Nem lehet, ráborítja az asztalt, nem lehet. Hát akkor pedig nem tudom, hogy mi lesz a következő lépés, mert ebben a helyzetben annak ellenére önnek egy nagyon, nem, tehát egy nagyon érdekes éve van. És méghozzá egy olyan időszakot fog átélni, ami egy eléggé jó korszak arra, hogy jó döntést hozzon. Nézze, költözzenek külön. Próbálják meg külön. Ezen gondolkoztam, Zsuzsi, nagyon szépen köszönöm, és egy év óta nem beszéltünk, de nagyon-nagyon köszönöm. Megtenné tehát ezt a lépést? Látni, nem tetszik látni semkit. Kinek? Magának, vagy nem, pedig nem, a férjének? Ő neki. Na most nézze, elképzelhető, mert az, hogy ő kivel gorombáskodik, vagy ki miatt gorombáskodik önnel, feltehetőleg ön, ha így érzi, hogy egy harmadik személy belépett az életébe, nyilván lehet, hogy van valami ilyesmi, de ugyanakkor mindennek oka van. De ha huzamosabb ideig tart ez a ilyen nehéz feszült viszony, akkor én mégiscsak annyit ajánlok, hogy érdemes lenne ezt a kapcsolatot egy kicsit pihenő parkolópályára tenni, akárhány éve is tart ez az egész, és ha van rá lehetősége, akkor pedig eltávolodni, és utána pedig higgadt ésszel meghozni a döntést. De én valahogy úgy látom, hogy ebből teljes válás nem lesz, ennek ellenére sem, de az biztos, hogy ahhoz, hogy most egy megállt parancsolva, érti? Tehát egy megállt parancsolva letisztázzák a helyzetet, ahhoz valakinek ebből a helyzetből ki kell, hogy lépjen. Ezt nagyon szépen köszönöm. Aranyos Zsuzsi, nagyon szépen köszönöm. Egy évig nem beszéltünk, de nagyon jó munkát, nagyon jó egészséget, és minden jót kívánok.
Köszönöm szépen. Köszönöm. Ennyit tudok javasolni, aztán utána majd az élet kiforogja, de az biztos, hogy ilyenkor a kapcsolatot, ha húzamosabb ideig megy, akkor parkolópályára érdemes tenni, tehát érdemes egy kicsit talán szüneteltetni. Akárhány éves a házasság, annak mindig van egy alapja, annak mindig van egy háttere. Igen, hogyha... ez így működött, csak ez most az így év óta van így, és most már ez tűrhetetlen. Tehát így van. Egy vén öregemből, tehát ez embertelen. Nagyon szépen köszönöm. Kérem szépen. Minden jót kívánok. Remélem, jó hogy tudtam munkát, valamit segíteni. Sok szerencsét, jó egészséget. Minden jót halál. Kívánok önnek. És hát erőt és kitartást, aztán majd meglátjuk, hogy ez miért is történt. Na most, ahhoz, hogy az élet tovább tudjon működni, és akárhány évesek is vagyunk, higgyék el nekem, hogy nagyon nehéz döntés hozni, mint ahogy az előbb is látták, de viszont rettentő nehéz olyan diktatórikus kapcsolatot átélni, amikor két egymáshoz nem illő személy, és egyáltalán egymást nem megértő személy él egy fedél alatt. Na most az igaz, hogy ugye mindenkinél általában a kapcsolatok kezdetén mindenki ugye a legszebbet és a legjobbat mutatja, és próbál teljesen más arcot mutatni, hogy imponáljon. Én szeretek időt adni a kapcsolatoknak. Itt a következő kedves hívó, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök. Szép napot kívánok! Én a fiamról szeretnék érdeklődni, mondanám is a nevét. Krisztián Péter, azért mondom mind a két nevét, mert a családnak Péter, de mindenki Krisztiánnak ismer, úgyhogy mind a két neve van használva. 79. április 9. Azután szeretnék érdeklődni, hogy a jelenlegi munkahelyéből mikor tud átmenni egy másikra, mert ez most nagyon rossz körülmények között van, úgyhogy... Nem sokára. De jobb, erre megmondom na most röviden annyi, Zsuzsikám, hogy ő egy mérnökhelyettes volt, és hát a fele fizetésénél még kevesebbért választott ezt a munkahelyet, nem ezt ígérték neki, nagyon megalázó, inkább ilyen segédmunkás. Na, mindegy. Lényeg az, hogy már sérülése van, kifordult a könyöke, stb. Na, nem részletezem. Egy, hogy el tud innét jönni erről a munkahelyről, és mikor sikerül. Mert na most, érte. Ugye áprilistól elkezdődött nála egy olyan időszak, amely ugye a 2021-es időszakot mutatja, mint mindenkinél. De hát ugye miután egy olyan fiatalemberről beszélünk, ugye április 9-ei, aki egy magas tűzön égő, lobbanékony, eléggé feszült helyzetben, eléggé feszült módon viselkedő, nehéz, tehát saját magában is keresi mindig a problémákat, nehezen tudja tolerálni a nehéz helyzeteket. Nézze! Nem az én tisztem az ítélkezés, mert nem tehetem meg, tehát ez tulajdonképpen mindenki maga dönti el, de ugye változott az időszak. Most itt a 2021-es évben egy olyan minőségű éve következik a kedves fiának, amikor változás történik be, és jó változás. Tehát ha felajánlanak neki cégen belül, vagy esetleg máshol, egy kedvezőbb állást, akkor ez be fog következni, és ő ezt meg is fogja lépni. Előbbre halad, mert a Merkur lehetőségei, tehát a Merkur bolygó olyan jelzést lát el ebben az évében, tehát olyan jelet árul el ebben az évében, tehát olyan módon uralkodik, hogy ebben az időszakában és ebben az, úgy uralja az évét, hogy ebben az évében kérem szépen, bizony, jobb helyre megy, előbbre halad, és jobb kilátásai lesznek. Igen. De ugyanakkor én azért még mindig rákérdeznék a párkapcsolatára is. Ja, hát én mit mondjak? Megvan, mit mondjak, jaj, mert már most olyan ideges vagyok. Nagyon féltékeny. Ez sajnos az apjától örökülte. Úgyhogy igen, ezért sokat is veszek szembele.
Értem. Hogy meddig töri a menyem, nem tudom, már mondtam neki, úgy fogsz járni, mint az apád. Ha nem viselkedsz, akkor előbb-utóbb egyedül maradsz. Mert én mikor született? 22 évig. Úgyhogy, hát nem tudom, szeretik egymást nagyon, de igen, ez a féltékenység. Minden kapcsolat más és más. Elárulnál, hogy mikor született a kedves menye? Jaj, hát gondolkodjak. 1985, október 25, uh-huh. Rozália, Rozika. Hát kérem Rozika. Szépen, nem csodálom, és azért most ez egy olyan dolog, hogy féltékenységet örökölni otthonról, hát ez egy érdekes dolog, de ugyanakkor azért higgy el nekem, hogy egy olyan fiatal skorpiónál, mint a kedves menye, azért én lehet, hogy elgondolkodnék a dolgokon, de azért hozzáteszem, nyugodjon meg, mert ha kisebb szakadásokkal is, de leélik az életüket. Az is elképzelhető, hogy végigveszekszik az életüket. Féltékenység van a kapcsolatnak a mondani valójában, tehát itt is kialakult az, hogy a sok viszontagság és a veszekedés ellenére azért mégiscsak egy-kettő marzsbehatás van, ami nagyon-nagyon összeklapol, és sajnos, hogy itt én nem tudom, de én olyat érzékelek, mint hogyha a kedves menye egy eléggé ködös embertípus lenne, tehát ő szereti eltitkolni a dolgait. Hát én nem tudom. Elrejti a dolgait, elrejti az életet. Tehát a magánéletében egy kicsit rejtőzködő. Ezt érzi a kedves fia, és pontosan ebből jön ki a féltékenység. Hova utazik a menye ennyit? Hát én nem tudok róla. Igaz, sokat segítek már az unokáimat, viszem iskolába, hozom őket. Nagyon sokat segítek nekik, úgyhogy nem tudom, szerintem. Jó, mert benne van a képletében, hogy azért egy eléggé mobilis, tehát azért lehet, hogy a munkaköre olyan, vagy nem, pedig... Nem, inkább most szerzett neki a fiam egy irodai állást. Akkor úgy, pedig van benne dolgozik, egy... Igen. Akkor pedig van benne egy adag olyan neptunuszi ködös, homályos, titkos, tehát ő abszolút belső életet él, nem igazán fedi fel, hogy milyen érzelmei vannak, és pontosan ebből tud a balhé kiindulni. De dőljön hátra, fognak még balhézni, de együtt is maradnak. Hát az a lényeg, mert... Nézze, volt már... Két gyerek. Volt már ilyen. Na most én azért hozzátenném, hogy nézze, az ember van, hogy ott a két gyerek, és úgy teljes a párkapcsolati élet, hogyha a család van, gyerek van, hogy együtt éljék le az életüket, de tessék nekem megmondani őszintén, hogy van-e értelme maga szerint úgy leélni egy életet, hogy a gyerekek mással hallanak csak a vitát és a veszekedést. Borzalmas gyerekkor. Hát nem tudok ilyen nagy hibákról, mert amikor a menyem panaszkodik, akkor kikap a fiam, úgyhogy sokszor mondja, hogy majd anyu elment, úgyhogy én azért pártolom, hát remélem, hogy engem nem vezet meg. Értem, hát kérem szépen, reméljük a dolgok, hogy helyre jönnek, de én azért úgy látom, hogy vitáznak, aztán majd helyre fognak rázódni valamilyen szinten, de az biztos, hogy nem könnyű természet, tehát a két ember közötti feszültség az általában még azért fent áll. Tehát nem egy könnyű mind a két ember részéről. Tolerancia, ami rettentő fontos mind a két ember részéről a kapcsolatban, beleszólni nem szabad, mert, hát, akkor, mert akkor viszont ön lesz a rossz. Tehát hát, azért így ezt megoldani nehéz. Mondani. Igen? Hogy nagyon haragszom a fiamra, mert nagyon jó állásai vannak, és nem mond soha nemet. Inkább szóval itt ez a lényeg az egésznek, hogy ő nem mondja meg, hogy mi a probléma, mert volt igazgatóhelyettes, meg szóval minden. Na, jó állásai voltak, és erre föl most a legutóbbi állását is azért mondtam, hogy a fele fizetésénél a feliért ment el, és most hát inkább, hát én megalázónak
tartom, jó, most én nem nézem le a na most tessék figyelni, bocsánat, mert itt kiszaladunk még a végén az időből, igen. De nézze, maradjunk annyiba, hogy nincs könnyű természete a fiának sem. Igen, ezt is beismerem, csak azért mondom, kíváncsi vagyok már, hogy most akkor sikerül neki. Nézze, nagyon sikerülni fog, nem akarom, előbbre hogy kimenjünk halad. Az időből. Nagyon szépen ennyi köszönöm, volt mára. További szép estét. Ennyi volt mára, helyre jön, előbbre halad, de a párkapcsolatában vannak hullámok. Kérem szépen, ez volt mára, ennyit tudtam ma mindenkinek elmondani. A jövő héten ugyanitt, ugyanilyenkor folytatom, akkor is szintén egy érdekes témát hozunk, és akkor is szintén vesézgetjük, hogy kivel mi is történik. Addig is nézzék meg az ismétléseket is, és tartsanak velem, mindenkinek minden jót kívánok. Kállai Zsuzsa ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik.